kőkemény retro kommunizmus 41 megabájba csomagolva, azoknak, akik abban a korban nőttek fel, garantált nosztalgia élmény, akik pedig utána azoknak egy hihetetlen időutazás lesz. A játék 2013-ban látta meg a napvilágot PC-re, de most már elérhető iOS-re is, Linux-ra, sőt akár PS Vita-ra is. Amúgy egy érdekesség, hogy a játékot készítő Lucas Pope amúgy előtte az Uncharted sorozatban is munkálkodott a Naughty Dognál. A Paper Please egy indie fejlesztésű RPG per memória játék per határőr szimulátor, egy képzeletbeli 1982-ben lévő vélhetőleg kommunista országban. A játék maga és egyben a feladatunk egyszerre egyszerű és nagyszerű. A játék szerint a nemünket egy úgynevezett munkalottón kisorsolták, ezért ezentúl egy határőr állomáson kell dolgoznunk, a határt átlépni kívánó személyek iratait kell ellenőriznünk, majd átengednünk őket a határon, avagy nem. Ez elég unalmas és könnyű. Igen, annak hangzik, de ahogy elkezd vele játszani az ember, egyre és egyre több felső utasítás érkezik, míg a játék elején csak ellenőrizzük az útlevelek érvényességét, illetve mondjuk az a személynek a nemét. Úgy a játék végére már oda kell figyelnünk, hogy az adott személy munkavállaló, emigráns, melyik országba jön, esetleg körözött személy, minden dátum, név, adat stimmel az összes papírján. Ezeken felül pedig mindezt időre, mint hogy a fizetésünket e szerint kapjuk. Minden nap végén, amikor lejár a munkaidőnk, hazatérünk a 8-as besorolású otthonunkba, ahol kifizethetjük a lakbért és a család összes szükségletét, ha tudjuk és ha akarjuk. Ugyanis nem kell aggódni, a hatalmas fizetésünk nem lesz elég arra, hogy biztosan kifizessünk mindent, és hát akkor jönnek azok a kínos kérdések, hogy most a fűtést fizessük ki, vagy a gyerekünk gyógyszerét, vagy egyiket sem, és vegyünk jobb munkafelszerelést magunknak. Talán ezen a részén éreztem egyedül azt a játéknak, hogy nem igazán akar ösztönözni semmiben se a játék, hogy életben tartsam a családot, szóval én azzal kezdtem, hogy feláldoztam a lanyósomat, természetesen csak azért, hogy tudjam etetni a többi éhes szája. Minden esetre a játék maga erre a kis házi költségvetésre van kihegyezve, ugyanis ha az egyenlegünk minuszba kerül, akkor bizony megyünk a börtönbe és a játéknak vége. Szerencsére csak az utolsó, rosszul sikerült napot kell újra próbálnunk. Ekkor lép képbe a csavar a játékban, az asszony éhezik, a gyereknek születésnapja lesz, és sok átlagos határátkelő között odalép hozzá, hogy furcsa kapusznis férfi felajánlja a fizetését 20-szorosát. Ha átengeded a kettővel hátrébb álló férfit mondjuk, vagy egy fickó ott van előtted és elkaptad, hogy drogot szeretne átcsempészni a határa, de fizet neked 10 dollárt, ha elengeded. Mit csinálná? Ilyen és ehhez hasonló apróságok vannak a játékban. A grafika mellesleg abszolút a 8-bites régi 1980-as évekbeli színvonalat képviseli, de még én magam is meglepődtem, hogy mennyire jó használható. Bármelyik arcot könnyedén fel lehet ismerni, illetve nem felismerni, ha az nem ugyanaz, mint ami például útlevélen szerepel, és a monitoron levő pixel folyam még rádob a 80-as évek hangulatra. Amúgy nekem, mint olyan embernek, aki nem élt a kommunizmus, vagy akármilyen másik diktatúrában, szerencsére, és a párt felső vezetésről, illetve a vasfüggönyről csak történelem órán tanultam, eléggé nyomasztó volt néha játék, azzal a masszív elnyomás érzetével és a spoiler, titkos ellenállással. A játék amúgy story módja nem kevesebb, mint 20 különböző játékbefejezés tartalma. Egész egyszerű adósság miatt bebörtönöztektől egészen a kém filmeket meghazudtoló korrupt titkos ellenállóig. Nekem személyesen az a véleményem, hogy ennek a játéknak olyan atmoszférája van, hogy szinte már hallom az úttörő indulót a falak mögül, azonban pont emiatt, annak ellenére, hogy nincs a játékon korhatár, akkor is csak azok fogják megérteni igazán a játék sorok közötti mondani valóját, akik már átléptek a saját munkába igyekvő, csekket befizető, gyakran monoton és repetitív felnőtt korszakukba. És egy kis összegző összehasonlítás így a végére. Atmoszféra, retro, 20 befejezés. Kontra, rétegjáték, a zene
egy dallamos, ha van, és eléggé repetitív, mint egy határőr élete, hiszen ez a cél. De ez talán sokakat elijeszthet. Nos, ez volt a Papers, Please kritikám. Köszi szépen, hogy néztetek, ha tetszett, akkor próbáljátok ki ti is a játékot. Sziasztok!